Három nő és 11 férfi vállalkozott a hétvégén megrendezett cetrendre, melynek a városi úszoda adott otthont. A mostani cetrend résztvevői 10 órakor vetették bele magukat a medencébe, s kezdték meg a 10.000 méteres táv leúszását. A megmérettetést a helybeliek mellett vidékiek is vállalták. Sőt, volt, aki az ország másik részéből érkezett, hogy javítson a tavalyi eredményén, és a dobogó legfelső fokára állhasson fel. Másodszor vagyok itt, ebben a medencében. Tavaly az áprilisi fordulón vettem részt először, de Debrecenben már évtizedek óta úszunk hasonló, illetve még nagyobb távokat. Belez Nagy László úszonymesterrel 94 óta ismerjük egymást, ők akkor Debrecenben látogattak egy 33 órás váltóúszásunkon, vettek részt. Az gyakorlatilag 1200 méteres váltótávon zajlott, ott beszéltük meg, hogy nekik pedig ez a versenyprogramjuk. A debreceni sportoló 2009-ben az édesapja 92. születésnapja alkalmából egy 92 órás úszást is szervezett, és volt már, hogy egy 33 órás megméretetésen is indult dr. Renka László. Ennek a mai versenynek az a célja, hogy ebben a viszonylag meleg levegőben, viszonylag jó időt úszva kibírjuk, körülbelül ez az egyik fő cél. A másik, elérjük a vonatunkat hazafelé, hogy még ma hazaérjünk. Úgy tudom, én jöttem legmesszebbről, Debrecenből, de egyesületi társaim vannak itt, akik a fővárosban laknak. Tehát itt gyakorlatilag egy szűkebb baráti társaság néhány tagja mindig összefut, ezért is járunk ilyen versenyekre. Az úszodában közben barátok, családtagok és szurkolók gyűltek össze, hogy biztatásaikkal segítsék hozzátartozójuknak eredményesen befejezni a versenyt. Beleznai László, az esemény főszervezője, úszonymester, már 37-szer teljesítette az embert próbáló távot, s mint mondja, ezúttal sem vállalkozott a feladatra, de örömmel szervezte meg az 55. cetrendet is, hiszen az eltelt évek alatt életre szóló barátságok is szövődtek. Ezúttal a 10 kilométert elsőként Wittmann Tamás teljesítette, aki 2 óra 37 perc 6 másodperc után szállt ki a medencéből. Második dr. Renka László lett, aki mindössze 40 másodperccel maradt le a dobogó legfelső fokáról. A harmadik helyen Molnár Máté végzett 2 óra 40 perc 52 másodperces idejével. Negyedikként a nagyatádi Ősz Tibor fejezte be a versenyt. A szervezők a sportrendezvény népszerűségére való tekintettel legközelebb jövő év áprilisában várják a bátrakat a 10.000 méteres táv megtételére.